Sziasztok, Bognár Balázs vagyok, és most a prezentáció utáni részről a kérdések és válaszokról fogok beszélni. Vége a prezentációnak, úgy érzitek, hogy mindent elmondtatok, na de ilyenkor jönnek a zsűri kérdései. A zsűrinek 5-10 perce van arra, hogy feltegye a kérdéseit, nektek pedig pontosan ennyi időtök van arra, hogy megválaszoljátok azokat, és a zsűriben minden kételtet hasznosatok afelől, hogy a tiétek a legjobb megoldás. Fontos, hogy egy jó QNA-vel lehet igazán versenyt nyerni, hiszen ilyenkor egy dialógus kezdődik el köztetek és a zsűri között, ahol már nem csak ti irányítotok, hanem ők tesznek fel kérdéseket, ti pedig válaszoltok. A legtöbb csapat ilyenkor tipikus hibákat követel. Ezeket mi most összegyűjtöttük, és nézzük is meg őket. És mi történik akkor, ha nem sikerül megállapodni a Habsburgokkal? Hát a Habsburg család 1740-ig Habsburg ház, de Magyarországon 1745-től 80-ig a Habsburg lotaringiai ház, egy nagyon erős uralkodó család, és Magyarországnak vannak ilyen házassági szerződései, kapcsolatai a Habsburg családdal, és ez egy nagyon erős kapcsolat. És mi történik, ha nem sikerül megállapodni a Habsburgokkal? Mi történik, ha nem sikerül megállapodni a Habsburgokkal? Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon jó. Nagyon sokat gondolkodtunk rajta mi is, hogy mi történne akkor, hogyha nem sikerülne megállapodni a Habsburgokkal. Szerintünk ez reális kockázat, és ezért úgy döntöttünk, hogy megnézzünk egy csomó opciót, amit ugye meg is mutattunk. És például a pápai állam volt az, amit a másik preferenciánként gondolunk, de persze szóba került az is, hogy a lengyelekkel megállapodni, vagy megállapodhatunk a franciákkal is. Esetleg még a lengyeleket mondtam már? Igen, a lengyelekkel is megállapodhatnánk. De a lengyelekkel mégsem, mert ők már szövetséget kötöttek a törökökkel 1525-ben, és a franciák se annyira jó. Ezért a pápai állam lenne az, amit javasolnánk, ha nem sikerül megállapodni a Habsburgokkal. De csak is abban az esetben, mert azért mégiscsak az lenne a legjobb, hogyha meg tudnánk állapodni a Habsburgokkal. Ezt szeretnénk, igen. Mindenki nem sikerül megállapodni a Habsburgokkal. Hát, ahogy már a 11-es diár a kockázatok felsorolásánál is elmondtuk, csak gondolom a kedves ügyét, hogy nem figyelt akkor, a pápai állammal szeretnénk szövetséget kötni, ott van fent a jobb oldalon. Mint a tényleg, túl szövetséget kötni a pápai állammal. Ez egy reális kockázat, és arra gondoltuk, hogy akkor a pápai államtól szeretnénk segítséget kérni. De Jankkal nem úgy volt, hogy inkább a lengyelekkel kötünk szövetséget? Nem, a lengyelek már békét kötöttek az oszmanokkal 1525-ben, velük nem köthetünk szövetséget. És mi történik, nem tudunk szövetséget kötni a Habsburg birodalommal? Ez sajnos egy reális kockázat, azért gondoltunk erre az opcióra, és akkor a pápai állattól szeretnénk majd segítséget kérni, hogy így alakulna. Három okból, az első ok az, hogy ők is egy erős hatalom, nagy hadtesttel rendelkeznek, a másik ok az, hogy nem fenyeget az a veszély, hogy a magyar királyságot megszállnák. A harmadik pedig az, hogy jelenleg nem folytatnak harcokat más hatalmakkal, ezért van szabad kapacitásunk arra, hogy tudjanak segíteni a magyar királyságnak.